új lenyomat, parányi ívek, húrkok és örvények egyvelege, ami mindenkit egyedivé tesz. Valaha végig gondoltad már, hogy miért is egyedi az új lenyomatod? A mai videónkban a tudomány segítségével tárjuk fel az új lenyomatok rejtélyes egyediségét, sőt, még arra is fényderítünk, hogy mit árulhatnak el testünk ezen apró részei a személyiségünkről. Kezdjük az elején az anyamében. Nagyjából a terhesség tizedik hetében elkezdenek kialakulni az új begyeinken a különböző barázdák, amiket nem egyenesen öröklünk a szüleinktől, és nem is véletlenszerűen alakulnak ki. Az új lenyomatunk kialakításában fontos szerepet játszik a DNS-ünk, valamint az olyan környezeti tényezők, mint a magzatvízben lévő nyomás és a magzati mozgások. Pontosan ezek az egyedi és spontán tényezők teszik lehetővé azt az elképesztő tényt, hogy még az egypetélyű ikrek is eltérő új lenyomatokkal rendelkeznek, mikor minden másba szinte teljesen hasonlóak. Az új kialakulása olyan, mint egy biológiai lottó, csak itt szerencsére a nyeremény minden esetben garantált, hiszen mindegyedivé válunk tőle. Térjünk át egy másik érdekességre, az újbegyek mintájára. Az újbegyeink három különböző mintatípust különböztetnek meg: íveket, húrkokat és örvényeket. Ezeket a mintákat legelőször a cseh fiziológus Jan Evangelista Purkinja osztályozta, 1823-ban. Azonban napjainkban a Penrose-féle osztályozási módszert követik a szakértők. Penrose az említett mintatípusokat trirádiuszok száma alapján különböztette meg, ahol egy trirádius három bőrléc a találkozási pontját jelentette. A leggyakoribb mintatípus a hurok, ami az emberek közel 60%-ánál fordul elő. A hurkoknak egy trirádiusza van, amely a bőlécek visszafordulási oldalán találhatóak. A második leggyakrabban előforduló minta az örvény, amelyben már két trirádius található, és az emberek közel 35%-ánál fordul elő. Csupán 5% eséllyel fordulnak elő ívek, amelyek a bőlécek egyik oldaláról ívelnek hát a másikra. További érdekesség még, hogy a felsorolt mintatípusokon belül szintén kialakulhatnak egyedi apró mintázatok, ami még inkább különlegessé és egyedivé teszi az új lenyomatainkat. A tudósok és a szakértők az elmúlt évtizedekben több mint 150 különböző egyedi jellemzőt figyeltek meg egy-egy mintázatban, így kicsit sem meglepő, hogy miért használhatóak az új lenyomatok, mint egyedi bizonyíték egy-egy bűnügyben. Nincs is szükség az elkövető teljes és pontos új lenyomatára, csupán annak egy kis része is elegendő bizonyíték lehet arra, hogy kiderüljön, ha valóban ő a tettes. Az új lenyomatok egyedisége nem csupán a bűnügyi esetek megoldásában lehet elképesztően hasznos, de még biológiai szempontból is essenciális. Az új begyeinkben megtalálható apró bordák felerősítik a különböző tárgyakkal történő rezgéseket, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben érezzük a textúrákat. Pontosan emiatt gondolják úgy egyre többen a kutatóvilágban, hogy az új lenyomataink azért is alakulhattak ki, hogy őseink jobban képesek legyenek érezni és megfogni a különböző szerszámokat vagy faágakat. És ha azt gondoltad, hogy csak nekünk van egyedi új lenyomatunk, akkor tévedtél. Például a gorillák és a csimpánzok szintén egyedi újbegyekkel rendelkeznek, de még a koalák is. Elképesztően hangzik, de a koalák új lenyomata annyira hasonlít az emberekéhez, hogy a legprofibb szakértők is kizárólag mikroszkóp segítségével tudják megkülönböztetni őket. Azért nem kell aggódnod, nem fogunk hamarosan kizárólag eukaliptusz leveleket enni, és fákon élni emiatt a hasonlóság miatt. Ahhoz kétség sem fér, hogy az új lenyomataink egyediek. De merül fel a kérdés, hogy hogyan maradnak velünk életünk végéig? Hogy lehet az, hogy a bőrünk más részei változnak, míg az új soha? Erre a kérdésre a válasz az, hogy az új lenyomataink a bőrünk mélyebb részének, az úgynevezett dermisznek a részei, és nem a felső rétegnek, amit epidermisznek hívnak. Pontosan ezért még, ha új begyünket apró vágások vagy sérülések érik, esetleg valami megkarcolja őket, akkor is pontosan ugyanolyan mintázatban fognak visszanőni az új lenyomataink. Bátran kijelenthetjük, hogy az új lenyomatunk a egyedi, biológiai személyigazolványunk, amit szerencsére még megújítani sem szükséges bizonyos időközönként. Napjainkban a tudomány fejlődésének köszönhetően már nem csak az új lenyomatok egyediségét vizsgálják, hanem azt is, hogy ez az egyediség hogyan lehet hatással az egészségünkre vagy a személyiségünkre. A kutatóvilágban egyre többen gondolják úgy, hogy bizonyos új lenyomat mintázatok előrejelezhetik az olyan egészségügyi állapotok kialakulását, mint a Down-szindróma. További kutatásokra még mindenképpen szükség van, de reméljük, hogy a jövőben az új lenyomatok akár segítségünkre lehetnek ezen a területen is. Térjünk most át az új lenyomatok és a személyiség között fennálló kapcsolatokra. A legfrissebb kutatások szerint a javarészt húrkokkal rendelkező emberek nyugodtabbak barátságosabbak és rendkívül jó alkalmazkodó képességekkel bírnak. Hajlamosak könnyen úszni az árral és felvenni egy-egy esemény ritmusát, pont mint a hurok vonala. Ezzel szemben az örvény mintázata gyakran a függetlenséggel és az analitikus gondolkodással hozható összefüggésbe. Az ilyen emberekről úgy tartják, hogy született vezetők, akik minden helyzetben képesek helytállni. Végül de nem utolsó sorban az évekkel rendelkező emberek rendkívül ritkák, akikről úgy tartják, hogy határozottak, céltudatosak és szorgalmasok. Róluk bátran elmondható, hogy rendkívüli ellenálló képességekkel bírnak, amely az élet számos területén erőt ad nekik. Legközelebb, ha feloldod az új lenyomatod segítségével a telefonod, emlékezz rá, hogy nem csupán egy átlagos bőrrétek, hanem jóval több annál. Ez tesz téged egyedivé, izgalmas térképként szolgál a biológiáról és az identitásodról, és a legújabb eredmények alapján még a személyiségégeidet is meghatározhatja. Köszönjük megtekintésed, ha izgalmasnak és érdekesnek találtad az elhangzottakat, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket, legyél csatornatag, és hamarosan ismételten találkozunk.